Sziasztok! Timi vagyok a Mondókonról, és itt van mellettem a Fabulous Industries YouTuber csapat. Sziasztok! Hello! Bence és Marci azért van itt ma velünk, hogy egy kicsit beszélgessünk az anime kritika videóversenyről és az animés kerekasztalról, ahol mindketten vendégek voltak, úgyhogy maradjatok velünk! Sziasztok, fiúk! Hello! Hello. Szia! Ha jól tudom, ez az első Mondókonatok. Milyen érzés itt lenni? Fura. Nagyon fura. Nem tudom, ez nekem így nagyon furcsa volt először, hogy bejövök, és akkor látom az embereket beöltözve, meg nem tudom, táncolnak, meg minden, és nem tudom, nekem nagyon fura volt. Nem tudtam elképzelni, hogy ez ilyen lesz, hogy ide jövök, és akkor ezt látom először. És Bence, neked? Hát nekem is eléggé szokatlan volt, de aztán utána sikerült én megbarátkozni a gondolattal, hát eléggé meglepett, hogy nagyon sokan ingyen ölelésért kuncsorognak, de hát amikor én közeledtem fel őket, hát mindenki elszaladt, úgyhogy ezt sajnos úgy, hogy lekéstem, hát majd legközelebb. És ti az amerikai képregényekben utaztok, hogy úgymond, illetve a DC és a Marvel képregények elemzésével foglalkoztok elsősorban YouTube csatornátokon. Mióta foglalkoztak ezzel, és miért kezdtetek el ezzel foglalkozni? Hát ez először az én fejemből pottant ki, sajnos vagy nem sajnos. Hát Marci az mindig emlegeti, hogy az én hibám, hogy a csatornának én adtam a nevét. Ez csak, hogy magától jött. Aztán hát így hobbi szinten kezdtem el ezt csak így csinálgatni, így egyetem mellett egy unalmamba, és ebből a hobbiból lassacskán az lett, hogy azért egyre hát nagyobb követő bázis alakult ki így a csatornához, és akkor a Marci felajánlott, hogy akkor segít nekem ebben, hogy akkor ne csak az legyen, hogy akkor csak én csinálom, és akkor lenne akkor valami rendszerezettség benne, tehát rendszerezetten próbálnánk videókat gyártani. És akkor ez így most beispált. Most akkor elmondjam, hogyan volt tényleg. Három éve a Bence gondolt egyet, hogy csinál egy videót, ami biztos tök érdekes lesz, és akkor felrakja a netre, és ezt majd, mit tudom, hogy megnézzük, nem tudom akárhányan. És ő ugye nem tudott akkor még videót vágni, és akkor felkért engem, hogy vágjon meg. És utána ő próbálta még magától ezt így csinálni, így havi rendszerességgel töltött fel videókat, és egy pillanatban valamiért eszembe jutott, hogy nem tudom, miről lehetne egy tök jó videót csinálni, ezt hiszem a Batmannek az eszközeiről. És így jött az ötlet, hogy akkor jó, akkor azt megcsinálom én, és akkor én azt feltöltöm, és akkor így azóta szerintem ilyen heti rendszerességgel csináljuk. Az olyan 2 éve volt szerintem. Igen. Az szép. És akkor, ha jól értem, akkor mind a ketten content gyártók vagytok, tehát így mind a ketten beledobjátok a ti contenteteket, tehát akár szöveg, forgatókönyv, ötlet, és a többi. Igen, így vagyunk. Tehát így felesben van, hogy mondjuk csak saját te csinálsz egy videót, vagy van, hogy te csinálsz egy videót, ilyen is van, és akkor mondjuk egymásnak csak így besegítettek. Hát amikor leginkább, amikor ilyen szuperhősökről, konkrétan egy egész hatalmas történetarmadát akarunk így megcsinálni, akkor általában az van, hogy akinek éppen kedve van hozzá, akkor azt a karaktert majd ő maga megcsinálja. De amikor olyan van, hogy ilyen élőszereplős videót, montást szeretnénk készíteni, mert talán magáról az élőadásról van szó, akkor ott a technikai része gyakorlatilag a Marci biztosítja, én meg csak ott vagyok, mint hát ilyen porfogó. Tehát én néha így oda szólok, hogy akkor szerintem csinálhatnánk ám egyébként így is, de te tudod jobban, te vagy a szakember. Igen, szóval hogy a videót az így teljesen elkülönül, szóval nem nagyon segítkezünk már egymásnak, szóval még az elején volt, hogy amikor a Bence nem tudott vágni, és akkor meg kidolgozni karaktereket, szóval az most már így nem oszlik meg így, mond a munka. És láttam, hogy vannak Dragon Ball-os videóitok is, és mondtátok is, hogy nyitok az animék felé, hogy itt milyen tervek vannak, hogy próbáltok majd ti is majd anime kritikákat készíteni hát, például? Animékkel még így nem foglalkoztunk, inkább mangákkal, inkább szóval mangákkal. A mangákat olvassuk el, és akkor azoknak a történeteit ugyanúgy mutatjuk be, mint egy amerikai képregényt. Most ugye a One Punch Man csináltuk meg legutoljára, szóval így próbálunk így inkább ugye a shonen kategóriában nyitni, de nem tudom, hogy az animékkel sem vagyunk úgy nagyon hadilábon, szóval akár még az is lehet, hogy animéket fogunk kritizálni valamikor. Hát ez meg a jövő zenéje. Így említettétek, hogy a Boku no Hero Academia az például megvolt nektek már, mint hogy nekem az jött le így a kerekasztal után, hogy azt láttátok, hogy ismeritek valamelyre. Elkezdtük. Miután felkértél minket, azutána kezdtem el azért, hogy tudjak majd beszélni a kerekasztalon. De 13 résznél talán még nem jutott. Hát még van 2 évad, azt hiszem, amíg kijött, úgyhogy még van akkor nézni való. És milyen érzés volt az animés kerekasztalon részt venni, hiszen ez volt az első ilyen konosz szereplésetek, hogy éreztétek magatokat? Megint csak azt tudom mondani, hogy fura, mert nagyon nem vettünk még ilyen részt előtte, ilyen beszélgetéseken, és hát nem tudom, hogy először így nem mertem megszólalni, aztán így próbáltam valamit hozzátenni a témához, aztán megint lejött, szóval így próbáltam alkalmazkodni, nem tudom mennyire jött össze. Szerintem tök jó volt. Erős beszélgető partnereink voltak, úgyhogy... Igen, mondjuk. De szerintem tök jót hozzátettetek. Igen, meg tök jól így tágítottátok így az amerikai szuperhős
képregények kapcsán a témát, tehát szerintem tök rendben volt. Mindenkitől megkérdezem, tehát titeket is megkérdezlek, mint első konos, hogy így első látásra mit szerettek a mondókomban, vagy mi az, ami tetszik, inkább akkor így mondom. Rohadt sok minden van. Lehetőségek tömkelege. Szóval annyi mindent lehet megnézni, annyi mindent lehet vásárolni, annyi mindenkivel lehet találkozni, hogy a sokszínűség az, ami így leginkább megfogott benne, és ami így tetszik. És még egy, hogy mivel zsűriztetek is az anime kritika videóversenyen, így akik ugyanezzel szeretnének foglalkozni, mint ti, mit tanácsolnátok neki, hogyan álljanak hozzá, hogyan kezdjenek hozzá? Fektessenek egy videóba sok időt. Mert nagyon sok művel meg lehetett látni azt, hogy ki az, aki 5 perc alatt dobta össze, meg ki az, aki tényleg napokat beleölt abba, hogy megcsinálja, és ez meglátszik minőségben is. Szóval én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért időt is fektessünk egy videóba, és jól járjunk utána annak, amit éppen kritizálunk, mert egy napos kutató munka után nem feltétlenül lehet egy animét teljesen lekritizálni, és elmondani azt, hogy most az éppen miért jó és miért nem. Szóval azért egy témában azért mélyen bele kell ásni magát az embernek, hogy azért tudjuk róla beszélni. Neked persze törekedni kell arra is, hogy az, amit az ember szeret, tehát az, amit csinál az ember, azt szeresse is csinálni, ne csak pedig ilyen kényszeres dolog legyen az egész, különben nincs annak értelme. És ti milyen videókat szerettek csinálni a legjobban? Tehát az amerikai képregény bemutatókat, vagy tehát így lehet ennél konkrétabb is? Én megmondom őszintén, az olyanokat, amikben ilyen élőszereplősen szórakozunk, azt valamiért úgy jobban szeretem, de hogy arra viszont annyi időnk meg nincs meg. Így nem tudunk annyi energiát abba belefektetni, mint egy ilyen bemutatóba, így a bemutatók azok, amik ugye előtérbe kerülnek. De én inkább azt szeretem, amikor mi szórakozunk a kamera előtt. Én leginkább azokat kedvelem, amikor egy teljes történetet kéne bemutatni olyankor. Hát egy olyan lehetőséggel szoktam élni általában, hogy így amatőr módon alászinkronizálom az adott szereplőknek a hangját, és néha így eltorzítom. Hát van, aki azt mondja, inkább ne csináld, mert ez borzalmas, de hát még így is vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hogy ez így jó, így hangulatos, tehát hogyha szeretik, akkor persze miért ne. Tehát engem is szórakoztat, tehát így el vagyok vele. Igazából. Ez a lényeg, persze. És hát további tök jó videót kívánok nektek, és érezzétek magatokat jól a konon is. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy még találkozunk veletek, és akkor addig is nektek pedig sziasztok! Sziasztok!